Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Green Stiletto májusi számában. A nyári és a tavaszi cipőtrendekről fogok nektek beszélni. Végre itt a jó idő, 7 ágra süt a nap, és elérkeztünk a májushoz. Fél lábbal a nyárban vagyunk, és most elárulom nektek, hogy miben lesznek a legdivatosabbak, és hogy lépjünk át a nyárba a tavaszból. Az egyik kihagyhatatlan cipőtípus a slipper. Ezek a vászon, könnyed stílusú cipők gumitalpakon. A gumitalpa az lehet fehér, vagy akár fekete. A felső rész az legtöbbször vászon, de megtaláljuk ugyanígy a bőr felső részű slippereket is. Sokszor díszítik strasszokkal, lehet sima szürke, vagy akár fekete, de idén nyáron ilyen napsütésben én mindenképpen ajánlanám a virágos fazonokat. Minél színesebb a slipper a lábunkon, annál jobban fel tudjuk dobni vele az öltözködésünket. Hogy mivel tudjuk kombinálni a slipper fazonokat, a paletta végtelen, hordhatjuk lenge maxi ruhákkal, hosszabb fazonú bő lenge nadrágokkal, vagy skinny fazonú háromnegyedes farmerekkel, de ugyanolyan jól mutatnak egy farmer rövid sorttal is. Akik igazán örülhetnek ebben a szezonban, azok a vagány csajok, méghozzá a fűzők és a szíjak, azok, amik a lábakat körbefonják, és egyrészt a szandálokon jelennek meg, a római szandálokon, amik teljesen felszíjazzák a gyönyörű női lábakat egészen a térdig, ami ugye valljuk be a férfiak fantáziáját is beindítja. A térdig érő gladiátor szandálokat abszolút egyszerű öltözékkel is tudjuk viselni, nagyon szexin és vagányon, például egy sorttal és egy egyszerű pólóval, és a gyönyörű lábakon pedig felkúsznak a szíjak. A szandálokon nem csak a szíjak és a pántok jelennek meg, hanem a különböző fűzők, különböző magasságig lehet őket befűzni, de nem csak a szandálokon, hanem a balerinákon is. A gladiátor szandálokkal és a fűzős szandálokkal idén nem nyúlhatunk mellé a fesztivál szezonban, de hogyha már a fesztivál szezon, hippi stílus, újra visszatérnek a 70-es évek, a fatalpú papucsokkal, klumpákkal, illetve szandálokkal, különböző rikító színekben és szintén pántokkal díszítve. A trópusi nyaralások hangulatát idézzük vissza a háncstalpú és a spárgatalpú cipőinkkel. Rengeteg verzióban megtaláljuk őket, lehet sportos, elegáns, lapos talpú, magas sarkú, égtalpú, színes, vászon, bőr, strasszos. Bármivel kombinálhatjuk őket, a nyáresti partikra ajánlanám a magasabb talpú szandálokat. Az egész napos viseletre viszont abszolút kényelmes, és bármivel felvehetjük a lapos talpú szlippereket háncstalppal. És ha már trópusi hangulat, akkor ne feledkezzünk meg az élénk színekről, a virágmintákról, a Hawaii mintáról, ami ezeken a fazonokon is pompásan mutat. A pasztelszíneket nem engedtük el, a tavasz után a nyárba is befolynak a babarózsaszín, a világoskék, a bézs és a homokszínek különböző árnyalatai, ezeken a cipőtípusunkon is rendkívül jól mutatnak. Készüljetek ti is a nyárra, megkaptátok a megfelelő instrukciót ahhoz, hogy mi az, ami semmiképpen nem maradjon ki a nyaralós bőrönből, és találkozunk a fesztiválokon. Sziasztok!